A Széchenyi István gimnázium aulájában sétálgat ez a liba. Az iskola Szent Márton napjához kapcsolódó rendezvényének elengedhetetlen résztvevője. Egész napos programot szerveztek az intézmény diákjai számára. Én nagyon szeretem az ilyen ünnepségeket a suliban. Szeretek részt venni, meg énekelni pláne. És tetszik, hogy behozták ezt a libát, mert nagyon érdekes érdekesség. A résztvevők között volt olyan is, akit a kézműves foglalkozás kötött le. Eddig ezt a kézműveskedést vártam a legjobban, de a többi is tetszett. A rendezvényen az intézmény volt énekkarosai is képviseltették magukat, az esemény profiljához igazodva a népzene hangszereivel ismerkedhettek meg a résztvevők. Általában inkább fiataloknak, egészen kicsiknek, óvodásoknak, vagy kisiskolásoknak tartottam ilyen előadást. Őket azért le lehetett kötni, a nagyobbaknál több információt is le lehet mondani, és komolyabb információkat, talán ez az, amivel le lehet kötni, de én úgy látom, hogy az érdeklődés az mindenhol megvan, és azért kíváncsiak arra, hogy milyen különlegesebb hangszerek vannak. Az intézmény vezetője szerint fontos megismertetni a népszokásainkat a mai fiatalokkal. Ezeket figyelembe véve alakították ki a programokat is. Népi hangszerekről hallhattak, különböző pásztorhangszerekről előadást. Volt diákunk Várai Áron előadásában, Szobris Tamás kollégám a Szent Mihály naphoz kapcsolódó hagyományokról beszélt, a szent életéről, és az ez alapján kialakult népszokások, varázslásokról, időjóslási szokásokról. Utána pedig a kezükkel is, hogy valamit alkossanak, kézműves foglalkozás lesz. Tökfaragást szerettünk volna először, de hát a tökök azok ugye elértek, úgyhogy Szent Mártos naphoz kapcsolódó tűzkultuszhoz lámpásokat készítenek, illetve gyöngyfűzéssel fogunk próbálkozni, és aztán a gasztronómia, ugye azért is, az is nagyon fontos, úgyhogy libatöpörtyös kenyérrel, libazsíros kenyérrel várjuk őket, és a végén, hogy ezt lemozogjuk, Suplicmisi fog táncházat tartani dunántúli táncokból. A Mártonnapi kavalkád egy három rendezvényből álló sorozat második programja volt. Az utolsó állomása a közeledő adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan Szent Miklós napjához, azaz december 6-ához kötődik majd.